Üdvözlök mindenkit! A váltóval szeretnék egy kicsit foglalkozni, az Opelnek a váltójával, mert eléggé lötyögős, és most egy kicsit ráérek, úgyhogy szöszölök vele, hát ha tudok vele bármit is kezdeni. Kaptam mindenféle tippeket, hogy hogyan szokták ezt megcsinálni, úgyhogy hát nekiugrok, azt megpróbálom. Itt van a váltó, ha valaki nem látta volna az előző részeket, az a problémám, hogy ez itt így össze-vissza, hogyha be van rakva sebességbe, akkor is. És emiatt pontatlan és eléggé rossz a váltási érzet. Úgyhogy ezt itt az ember egy kicsit itt megnyomja befele, és hát két kézzel kell csinálni. De ha itt megnyomom befele, akkor szépen följön ez a szoknya rész. Amit nem is tudom, hogy lehet cserélni. A gyors kötözővel van odarakva. Nem betoljuk. Szóval ő a hibás. Az a gömbfej ott bent. Alul ott van egy, mutatom, csavarhúzóval, csavarhúzónak a hegyével. Alul itt van egy műanyag. Azt meg lehet kapni, ezt a műanyag darabot, azt tudnék belevenni, de ha fellemozgatom, akkor abszolút meg se nyikkan, úgyhogy ez valószínű, hogy az jó, az a műanyag, mert azt fogná, hogy ha fellemozog, akkor biztos, hogy nem jó. De az működik, meg ott bent, ott van egy rút, és akkor hát azzal megy át a tudomány, ahogy én mozgatom az egészet. De az se látszik annyira nagyon, hogy ki lenne kopva, de hát majd nem sokára majd ránézek, hogy tudnám minél pontosabbra csinálni a váltót. Először is ott van egy fémlemez, ott, azt kibűvészkedem, és akkor elvileg kijön a váltókar. De hát majd mindjárt kiderül, hogy igazam van-e. Készítek ide rongyot, mert a kezem az nagyon koszos lesz. Úgyhogy most benyúlok. És kitapogatom, hogy... hogy mi van itt ezzel a fém darabbal. Ennek ezt itt ki kéne, és már itt van rajta a szilikonzsír, amit múltkor rákentem. Hát megpróbálom lefeszíteni azt a fémpöcköt. Hopp! És le is ugrott. Egy kézzel, úgyhogy az egyik kézzel fogtam a kamerát, úgyhogy ez mindenkinek menni fog. Kamera nélkül. Ott van. Így oldalasan van benne, és akkor innentől kezdve már ott van egy csap. Ott van egy csap, és így gyönyörűen jön kifele az a csapocska. Hopp, és már neki is esett. És... és kint van. Ennyi az egész. Hát ez nagyon jó, ez nagyon gyorsan ment. Itt mindent itt eltörölgetek. Hát van itt mindenféle ilyen rózsaszín turbórágó, nem is tudom, ez zsír vagy micsoda, hát valami hasonló, ilyen turbórágó színű valami. Na jó, elpucolgatom, utána visszatérek. Na, ezt bepattintottam, hogy jobban lássátok, hogy hol van ez a izé. Úgyhogy így pattintottam ki. Így,
És akkor ez így ki is jött. Hál' Istennek ez nagyon-nagyon kicsit mozog szinte. A megszor így tud mozogni. De hogyha így tengely irányba mozgatom, akkor meg semmi. Úgyhogy és ott lent meg is fogja még a másik, úgyhogy ezzel nem lesz gond. Ezzel a csapocskával. Ezzel van baj, hogy ez van. Valahol ez el van kopva. Itt érzik, hogy egy kicsit laposabb. Igen, és az a baj, ha itt betolom, szépen bemegy, csak az egész lötyög. Valamit ide ki kell találni. Írták a kommentelők, hogy köszönöm szépen, hogy ezt hát valaki pillepalackkal oldotta meg, hogy rakott be oda pillepalackot, ide körbe, és akkor oda le, körbe, és akkor úgy fixálódik a dolog nagyjából. Aztán valaki írta a zsugorcsövet, úgyhogy hát valamit elkövetek itt, hogy mi lesz itt a tartós. Ennek az átmérőjét írták, hogy azt hiszem, hogy 33 mm-re írták. Nem tudom, nincsen tolómérőm, az az igazság, az csak a garázsban van. Hát ez durván ilyen 36-nak nézem. Durván 36 mm. Én vettem, ez is zsugorcső, itt van, hogy 40 mm-es a zsugorcső, azt ráhúzom, így, na mindegy, húzzuk rá. Ennek az izének el kéne, hogy férjen, arra azért figyelni kell, meg hogyha húzogatom ezt a lükfersznek a jó, az fölfele megy, az nem fog lefele menni, úgyhogy hát egy kicsit túllóghat. Azaz durván olyan 4 centi hosszúságot vágok a zsugorcsőből. Jó, hogy vettem egy méterrel, de hát ebből nem nagyon lehet kevesebbet venni. Na jó, akkor vágok belőle 4 centit. Ezt kiveszem, mert erre most még ugyan szorul. Ráhúzom. Hát ez egy kicsit nagy amúgy. Elkezdem melegíteni, hogy zsugorodjon. Közben itt faszául felgyújtom a kocsit. Zsugorodhatna jobban is. Nézzük meg, hogy belemegye. Hát így néz ki. Egy kis labdát csináltam. Megnézzük, hogy... Nem viszi túlzásba a belemenetelt. Bezsírozom finoman. Jaj, hogy becsúszik-e. Meg itt is bekenem. Ez szilikonzsír amúgy. Hát, ha belecsúszik. Hát nem, ez nem akarja, túl nagy lett az átmérő. Lehetne egy kicsit vékonyabb falu ez a zsugorcső, pedig nem vastag, ez egy nagyon vékony zsugorcső. Na hát ez így nem jött be. Közben itt elbáboztam magamnak, hát az a lényeg, hogy éppen nem akar belecsúszni. Azzal az összehúzottal, viszont ha így csinálom, így, akkor össze fog menni. Az előbb már próbáltam, és az előbb összement.
és így becsúszik. És utána meg se nyikkan. Úgyhogy nagyon jó. Csak ez hogy fog ott maradni nekem? Most alkottam egy kisebbet, ezzel hátha becsúszik. Hátha. Ezt is bekenem egy kicsit. Hogyha van benne valami hajlandóság, hogy becsúszson, akkor... Az a helyzet, hogy nagyon-nagyon kicsi a különbség. Szóval ez éppen nem akart becsúszni a másik. Nincs még annyira szétkoppa. Még... Hopp! Bement! Így marad! Ó, de király! Ott van. Bement. És... Oh, ki is jön. Na, szuper, el sem mozdul a helyéről. Úgyhogy jól bezsírozok mindent, és megy vissza. Ó, de király. Akkor kisebbre kellett vágni. Mert nagyon összezsugorodott, és nagyon megvastagodott. Na, hát igazából itt ezt is bezsírozzuk. Jó, bőven elfér ott a zsír. Aztán akkor ezt is még adunk neki. Meg itt, ahol mozog, ezt is akkor egy kicsit nyomtam oda a tengelyhez is. Nem tudom, mennyire jó ötlet, de nyomtam oda is. És akkor már nincs más dolgom, csak hogy bepattintsam a helyére. Na, az előbb bementél. Ez az. Bent van a helyén. Most jön ez a vaspöcök. Nyomunk erre is zsírt. Szóval, hogy is volt ez? Így volt. Ja. Igyekszem közben itt vigyázni rá. Új, de jó passzos. És ennyi. Össze is van rakva. Ó, de király! Na, megtörlöm a kezem, és megnézzük, hogy mozog. Van ott hátul még az a tengely, azt is bezsíroztam. Hál' Istennek, az sem mozog. Úgyhogy itt most érzik, hogy semmi. Viszont ha már így mozgatom, akkor még mozog. És van most, bent van sebességbe. Szóval bent van sebességbe, akkor is egy picit mozog, úgyhogy a további lötyögéseket elő kell keresni a motortérben. Úgyhogy, de ez most visszapattintok mindent a helyére. Ez most nagyon király. Ez a kis kupak mocorog a tetején. Semmi. Ah, pontos, és nem lötyög. Ú, de jó. Szépen vesz mindent. Na, királyság van. Köszönöm szépen a tippet, ezt a zsugorcsöves tippet. Azt írták, hogy ez tartós, úgyhogy ezzel nincsen gond, meg a pillepalackos is tartós, bár azt nem tudom, hogy az hogy van rárakva, meg hogy rakja be az ember, hogy az ott meg is álljon, és ne essen ki.
De na mindegy, sikerült szépen rámelegíteni. Ez a 40 mm-es az túlzás, az egy kicsit nagy, szóval ez nagyon-nagyon határeset, annyit zsugorodik, hogy vastagodik egy kicsit. Úgyhogy ha valaki talál ilyen 35-öst, még az is jó. Úgyhogy a másik kommentelő 33-ast írt, én nem találtam olyat, én ez alatt csak 25-öst találtam a boltba. Úgyhogy meg ennél nagyobbat, meg van ilyen, ennek ilyen vastagabb falu verziója, hát azt tudtam, hogy az nem lesz jó, meg írták is, azt is kommentelők írták, hogy van egy vastagabb falu, amelyik ilyen viaszos, hát az nem jó, az nem jó erre. De hát hál' Istennek ez. Oda van írva, hogy 125 fok. Nekem kapott többet is. Ha esetleg széthúlik, akkor szólok. De hát van miből kísérleteznem. Úgyhogy jó. Mert amúgy volt felújító készlet, ilyen persely, bele kell pattintani, és akkor így, meg úgy, meg amúgy, de én ahogy néztem, egy is az én váltomhoz való. Úgyhogy mindegyik egy kicsit más. És ezt a gönfejet meg így most így sikerült. Na, jó van. Várom a véleményeket, meg a tippeket, meg a segítsük egymást, jó? Ha valaki még kínlódik ilyennel, akkor ez itt egy megoldás. Ha van még valami más megoldás, akkor írjátok. Sziasztok!